Sajnos tudjuk, hogy a berkátai polgármester kihátrált a szobor köztéri felállítása mögül. Vannak azonban Magyarország településeinek még olyan polgármesterei, akiket nem feltétlenül, sőt egyáltalán nem a liberális média tematizál. Most ő közülük az egyiket szeretném szólítani a mikrofonhoz, Érpatak polgármesteré Orosz Mihály Zoltánt. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon örülök, hogy létrejött mégis ez a szoboravatás, és mikor megtudtam, hogy a perkátai képviselőtestület visszavonta a határozatát, akkor az volt az első, hogy azonnal írtam a perkátai önkormányzatnak, hogyha ez meghiúsulna, akkor Érpatak mindenképpen befogadja ezt a szobrot, és nagyon szívesen felállítjuk. Érpatakon... Érpatakon mi már létrehoztuk a történelem hamisítás áldozatainak emlékhelyét, és ott gondoljuk, vagy ott tervezzük azoknak a személyeknek a szobrának és emléktáblájának a felavatását, amiket folyamatosan a balliberális, nemzetpusztító erők folyamatosan démonizálnak, kriminalizálnak, és az emléküket el akarják tiporni, és a megemlékezést rájuk meg akarják nekünk tiltani. Hogyha visszagondolunk, vagy megnézzük ezeket a folyamatokat, akkor nem minden szoboravatás esetén tiltakoznak. Már lassan ott tartunk, hogy a legnagyobb gazembereknek, mint például mondjuk Horn Gyula, annak is van már szobra, és az is meg lehet csinálni. Most csinálják a másik hazárulónak, Göncz Árpádnak a szobrát, de az ellen nem tiltakoznak, azzal nincs problémájuk. Tehát látszik, amikor mi akarunk valamit, akkor mindig megmondják, de amikor ők akarnak, akkor mindig értéksemlegesen kell nekünk mindent és toleránsan kezelni. Állandóan ezzel a kettős mércével találkozunk, mindig eszerint, a kotta szerint próbálják a saját ideológiájukat keresztül vinni, azt mindig megerősíteni, a mieinket pedig folyamatosan lerombolni. Azt kérem, hogyha lehet, akkor mindenki próbálja meg mindig átgondolni, és ez ellen, ha lehet, ezeken a folyamatok ellen szembeszállni, még akkor is, hogyha azt csinálják, mint amit velem is, hogy ezért a idéző bűnömért, mert nem tudnak szocializálni, egy renitens benszülött vagyok az ő szemükbe, ezért folyamatosan, de folyamatosan próbálnak lejárató cikkeket írni rólam, folyamatosan próbálnak büntetőeljárásokat kreálni, de azt mondom mindenkinek, hogyha lehet, ezzel senki ne törődjön. Mindig mondom nekik, hogy nyilván az ő aljasságukkal szemben van egy nagyon jó orvosság, az Isten segítsége. És mindig ebbe bízunk, és mindig megvédett bennünket. Itt Horthy Miklóssal kapcsolatban nagyon-nagyon örülök, hogy az ő személye most már egyre jobban a fókuszba kerül, és példaképként tudunk rátekinteni. Nagyon fontos megnézni, hogy miért kell ő rátekinteni. Miért nagyon fontos ő. Mindig ezt szoktam a barátaimnak hangsúlyozni, hogy ő egy más embertípus képviselt. Nem a mai modern politikust, amit a modern politológia szemfényvesztő tudománya kialakított. Ő nem az a típus volt. Ő egy államférfi volt. És egy nagyon kemény, harcos katona volt, amit az oltrantói ütközetbe be is bizonyított. És nem akarják elismerni ennek a hősies tettének a megfelelő súlyát. Ez nem egy Facebook látványszínház volt, hanem ott bebizonyította, hogy ha kell, akkor hajlandó az életét a hazájáért feláldozni. És ezért a Hordágyon is még irányította a csatát. Hiába kapott a lábán 5 sebesülést, meg a feje is megsérült. És azt gondolom, hogy ilyen emberekre van szükség, és pontosan ezekért a hőstettekért, és nem a hazugságért, meg a nem a látványszínházba bemutatott jelenetekért, hanem az igazi, valódi hőstettekért. Olyanokért, olyanok kellenek, mint amilyet ők csináltak. És ez is nagyon-nagyon pozitív, hogy a balliberális erők nagyon tudják, hogy őt támadni kell. Igen, támadni kell, mert ő valóban megtestesítette azt a hiteles jobboldaliságot, amit mindenáron el akarnak ma tüntetni. Igen, nagyon-nagyon tudják, hogy erre nincs szükség. És mindig azokat a személyeket próbálják elénk tolni, akik ezt elárulták,
és lerombolták, és ezen az úton akarnak menni. Csak meg kell nézni, hogy mi lett, hogy lerombolták azokat az ideákat, azokat az eszméket, amiket Horthy Miklós is megtestesített. És hova jutottunk? Hova jutott a magyar társadalom? Még az egyik politikus, Rogán Antal, polgármester korában említette, hogy őt már nem érdekli, ahogy Horthy vagy Károlyi. Tehát ő már ezzel a problémával nem akar foglalkozni, és azt mondta, hogy ő most már zsáner szobrokat szeretne az 5. kerületbe polgármesterség ad, és ekkor lett a Rikkany szobor a Blicknek a szobra. Tehát ez is nagyon-nagyon mutatja, hogy van egy ilyen irány is, hogy ezekkel ne foglalkozzunk. Mi meg azt gondoljuk, igenis foglalkozni kell, és helyre kell tenni a helyes szemléletmódot, és azokat a személyeket, akik igen valóban példamutatók, és tiszteletre méltók, azokat igenis kell tisztelnünk, és folyamatosan a köztudatba meg kell erősíteni. Nagyon érdekes, amikor a Ronald Reagan szobrot avatták a szabadság téren, nagyon-nagyon fontos a magyar szabadság terére egy Ronald Reagan szobor, akkor nem mondta, nem foglalkozunk itt a történelmi eseményeknek a megítélésével, és ilyen zsáner szobrok kellnek, akkor Ronald Reagant, mint a gazdáiknak a parancsát, azt végrehajtották, és elhelyeztek egy ilyen szobrot is a magyar szabadság téren. És azt gondolom, hogyha lehet, akkor mindenképpen szembe kell szállni ezekkel a tendenciákkal, és ezeket kell követni. És hangsúlyozzuk folyamatosan, hogy mi ott Érpadakon ezt a szellemiséget, az igazi jobboldaliságnak a szellemiségét kívánjuk ápolni, ezért hoztuk létre a történelemhamisítás áldozatainak emlékhelyét, ahol a legelőször a Rongyos Gárda vezetőiről, vagy vezetőinek a képét helyeztük el, és itt barátaimmal beszélgettünk, és üzenjük a liberális médiának, hogy nem csak Horthy Miklós szobrok lesznek még Magyarországon, hanem Prónainak is, meg Héjasnak is, és minden igazán pozitív személynek, akinek az emlékét ők meg akarják gyalázni, annak is lesz szobra, és kérek mindenkit, hogy ebbe a törekvésbe a nemzeti erőket támogassa. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak.